Kémenes Lóránt atya nevét talán sokan ismerik már önök közül, jelenleg Kolozsváron, a Szent Mihály templomban főesperesként tevékenykedik. Munkássága, nyitottsága nagyon sok fiatal számára meghatározó, hiszen közvetlensége révén úgy szól az emberek lelkéhez, ahogyan csak nagyon kevesen képesek. Labanc Dáviddal Kolozsváron jártunk, és már ott hallgathattam, ahogy a karácsony lényegéről beszélgetnek Lóri atyával. Most megmutatom önöknek is. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Beszéljünk egy picit a karácsonyról, ugye én egyből bele is vágnék a közepébe. Miért fontos a karácsony az embereknek, ön szerint? Számomra az a kérdés, hogy fontos-e a karácsony az embereknek. Úgy látom, hogy már október közepétől nagyon-nagyon fontos egyeseknek, és le is lőnek lehetőleg minden poént, úgy november derekáig. Utána meg még mindig van egy hónap, hát azt valahogy ki kellene húzni, és elveszíti azt a varást, ami még valamilyen módon 2000 év távlatából is ott kellene, hogy legyen. Én próbálok zsigerileg elvonatkoztatni mindentől, ami körülöttem van, de nem tudok. Mert a fények azok a szobámba is becsillannak, ha kilépek, akkor alattuk megyek el. Anakronisztikus számomra minden szentek, illetve halottak napján már a karácsonyi kolindákat hallgatni, mert az úgy gyönyörű szép, az így magyarul gyönyörű szépen nem nagyon hangzik el mifelénk. És akkor úgy nem tudom, hogy mitől is lesz karácsony a karácsony. Ön szerint mitől kéne az legyen? Miért lenne fontos, hogy tényleg a karácsony legyen? Ugye arról most beszéltünk, hogy egyáltalán feltevődött az a kérdés, hogy egyáltalán fontos-e az embereknek a karácsony, meg hogy, ahogy említette, a fények kívül égnek, de van bennünk fény? Az ember fia, ha eljön, talál-e hitet a Földön? Ez volt Jézusnak a nagy dilemmája, mert amúgy mindent megoldott, de ezt még kérdésként itt hagyta. És számomra ez a kérdés, hogy amikor eljön, akkor hány wattos lámpával kell érkezzen, hogy valamit lásson is? Lesz-e még egy néhány pislákoló kis LED, ami annyira energiatakarékos, hogy még a maradékból is föl tud villanni? Én azt látom, hogy annak ellenére, hogy van egy, most már egy közel két hónaposra kiterjedő készületünk, ez még mindig valahogy nem elég, mert mindig az utolsó előtti estén kezdjük el összekapni magunkat. Az egyház viszonylag bölcsen kezeli ezt a kérdést, ő tartja magát a 4 hetes készülethez, és ott igyekszik a befele fordulást megerősíteni, és amikor én befelé fordulok, akkor egyre mélyebb csendeket kellene megéljek. Viszont akkora a zaj bennem, hogy kifordulok, befordulok, folyamatosan forgok, és egyszeriben csak itt van egy olyan ünnep, amit foggal, körömmel elő akartam készíteni, és nem ment. És akkor én azt érzem, hogy valahogy úgy kellene meglepjen a karácsony, mint ahogy valahogy a leges-legelső volt, amikor még senki nem tudta, hogy az karácsony. Hogy valami olyan természetességgel érkezzen ide, hogy én merjem kiutasítani az Istent. Hogy én merjem azt mondani neki, hogy hagyjatok békén, mert maximumot kint az istállóban. És amikor én elvonulok egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű helyre, ahol tényleg csak vagyok, na ott történhet valami. Nem szükségszerű, de történhet. Számomra az ünnep, a karácsony az a lehető legmesztelenebb valóság. Az a teljesen egyszerű, izzadságszagú, istállószagú, valami olyan, amit nem
föltétlenül a fahéjas alma illat kellene helyettesítsen, mert akkor az ugye a komfortzónámat erősíti, de nagyon-nagyon hamar átvisz a pánikzónába, és nem is jártam még a tanulásiban. A karácsony az engem a tanulási zónámban tart, hogy ne belesüppedjek, ne rettegjek, hanem egészen egyszerűen csak azt tegyem magamévá, és ezt tanuljam meg, ami ott történt. Hogy az Isten emberré lett. Hozott ezáltal nekem egy feladatot, emberré kell válnod, Lóri. Ez a nagy feladatom nekem. Ez a karácsony. Hogy újra megerősítsen abban a, hát, fogadalmamban, elhatározásomban, vágyamban, hogy igen, emberré akarok válni. Ugye egy folyamatról beszéltünk, így ez lett szó az előbb, hogy egy 4 hetes felkészülési időszak előzi meg ezt a karácsonyt, és hogy akkor minden ugye a helyére tud kerülni ebben az esetben, hogyha ez a folyamat tényleg úgy zajlik le, ahogy le kell zajlódjon. Mi van viszont karácsony után? Amikor ez az egész így lejár, lecseng, ugye vannak a dalok, hogy amikor elmúlik karácsony, a szeretet lángja, a halványabban ég, tényleg halványabban ég? Igen, a szeretet lángja az ugyanúgy ég, mint korábban. Ha addig is csak pislák volt, utána sem fog lángra lobbanni. Fontosak ezek a megállók, ezek az állomások azért, hogy valami ott történjen, de mi történik egy adott ünnepen, azt az utóhatás igazolja. Számomra az idén az az alapkérdés, hogy leltározzak egy picit a tavaly december 25-től idén december 1-jéig. Mi történt? Mi történt velem? Mi történt bennem? Mi történt mindazzal, amit tavaly karácsonykor megszületett. És nem tudom, hogy merek-e szembenézni azzal a valósággal, ami kőkemény. Én azt hiszem, hogy nem, de ennek ellenére szembe akarok nézni, és azt akarom látni, hogy milyen messzire tudtam kerülni már néhány nap után attól, ami ott és akkor minden fáradtsággal, minden stresszel, minden félével együtt, mert hát nem titok, én nem érkezem haza, és akkor most 4 napig csak engem szolgálnak ki, csak nekem rotyog a töltelékes káposzta, csak nekem szól a csendeséj, hanem én a szolgáltató oldalán állok, és akkor utána olyan érdekes, hogy hát igen, nekem mikor volt, van, lesz karácsonyom. És akkor amikor ezt a leltárt úgy elvégzem az advent folyamán, akkor az talán rendbe rak. Elmondja, hogy igen, lehet ezt másként is, sőt, kell. Igen, most így, hogy karácsonyról van szó, és erről is beszéltünk, hogy szó esett, hogy stressz, meg hogy rohanás, meg hajtás, mert mint szolgáltató, nyilván, hogy ez egy hát, megpróbáltató időszak is lehet. Volt esetleg olyan, hogy ön mondjuk karácsony után érezte, hogy tényleg karácsony van, vagy volt, vagy hogy akkor egy picit lecsendesedtek a dolgok, és akkor úgy el lehetett csendesedni? Persze, hogy volt. Jó néhány évvel ezelőtt volt egy olyan élményem, amikor egy családiasnak tűnő hangulatba csöppentem, és 2 apró gyerek aludt. A 2 nagynéni pedig sertepert élt, angyaloskodott, díszítették a karácsonyfát, ajándékok, minden. De a 2 kisgyereknek még nem járt le az alvás ideje, ők azonban azt gondolták, hogy lejárt. Azonnal fölköltötték, amint ők készen lettek, mert nem bírták kivárni azt, hogy a gyerek fölébredjen, és
folyamatosan azokkal a kérdésekkel bombázták őket, hogy na örvendesz-e? Na ugye, hogy szép? Csak éppen azt nem mondták ki, pedig kihallottam, hogy bár tudnád, hogy milyen drága volt. Kötelező örülnöd. Na ez az az élmény, ami most már évek óta visszatér, hogy lehetőség szerint így ne. Ezt ne. Ha nem megy az ünnep magától, ne erőltessem magamra csak azért, mert van a naptárban egy dátum. Nem tudom, hogy az idén mikor lesz a karácsonyom. Tudom, hogy van egy dátum, de az is lehet, hogy átcsúszik valamikorra. Az is lehet, hogy itt is lesz, meg még máskor is lesz, amikor tényleg találkozom azzal, hogy Isten és ember ennyire közel egymáshoz, csak olyan kegyelmi pillanatokban van, amikor karácsony van. A naptárban csak egy ilyen nap van, de azért úgy a hétköznapokban még fülön csipem magam, hogy tényleg közel tudunk lenni egymáshoz. Na, ez a karácsonyom. Ez egy megmaradó emlék volt, ugye egy maradandó, ahogy én magam elé is képzeltem azt a képet, ahogy akkor tényleg kérdezik a gyerekektől, hogy na de te örülsz neki. Ezen túl önnek mi az a meghatározó karácsonyi emléke? Vagy kérdezhetem úgy is, hogy melyik a legkedvesebb karácsony az ön számára, így amire emlékszik? Nagyapám mozsárral a kezében, rézmozsárral a kezében beharangozza az angyalnak a jövetelét. Most is elérzékenyülök, mert hogy ezt vártuk végig. És ő nem nagy tamtammal, hanem azzal a mozsárral, amelyel nagyanyám még néhány nappal azelőtt törte a beiglikban, süteményekbe, tésztákba valót. Ő bevonta a szent birodalmába a profán rézmozsarat, és azzal úgy meghirdette, hogy itt van az angyal. Gyönyörű. Azt a mélységet, azt az őszinteséget, amivel ő a mozsárral volt elfoglalva, és azzal, hogy ő hírhozó. Ő nem abból fog most hónapokig élni, hogy az unokáján látja, hogy ő örül vagy nem örül, hanem hogy ő tényleg közölte ezzel a performatív beszéddel, a mozsár hanggal, hogy itt van az angyal. Ez egy nagyon megható és szép történet, ami én is próbálom elképzelni, és valamennyit belőle átérezni, és felidézni a saját emlékeimet is, amelyek tényleg az ünnephez kötődnek, és számomra is nagyon fontosak. Azt szeretném kérni öntől, vagy kérdezni, hogy mi lenne az az üzenet, amit mindenképp fontosnak látna, hogy az embereknek átadja így karácsony tájékán. Mire figyeljünk oda? Egy nagyon őszinte határvonalat húzni a hit és a vallásosság között. Ne karácsonyi díszlet legyek azzal, hogy én ott vagyok egy éjféli misén, hogy én fogadom a házszentelő papot, hogy én adventi koszorút készítek, és akkor stb., hanem tényleg a hitemre kérdezzek rá. Soha apostolok úgy nem mentek oda Jézushoz, hogy azt kérjék tőle, növeld a vallásosságunkat. Legyünk jobb farizeusok. Hanem azt kérték, hogy növeld a hitünket. Nem azt mondták, hogy adj hitet. Mert ők már tudták, hogy van. És akkor Jézus nagyon helyre tudja őket rakni, mustármag. Ennyi kell nektek ahhoz, hogy nagy dolgok történjenek. Én igazából azt üzenem, mint amit magamnak is üzenek, hogy ne a magam erejéből akarjak ünnepet gyártani.
ne attól legyen ünnep, hogy én most azt mondom, én erre rákészültem, hanem hogy merjem hagyni, hogy akinek jövetele van, annak legyen érkezése. Köszönöm szépen, azt hiszem ez egy nagyon szép zárszó volt, zármondat és gondolat így az egész beszélgetésünkhöz. És szerintem is maradjunk megengedésben, hogy az ünnep tényleg át tudjon járni, akkor, hogyha valóban meg tudjuk ezt engedni. Köszönöm szépen. Én köszönöm.